Civil Rádió Miskolc. Ez itt a filmező, Kocsis Emesével és Frey Gabival. Ma az űrhajózás világnapja van, ugyanis 1961-ben Jurij Gagarin akkor szállt fel először az űrbe, és ennek örömére űrben, űrhajón, másik bolygón játszódó filmeket válogattunk. Hát elsősorban a csodálatos halálhajóra és a Solarisra fogunk koncentrálni, a Solarisnak is a 2002-es változatára, tehát nem a 20 km hosszú orosz verzióra, ami egyébként nagyon költői, meg nagyon szép szerintem, de azért Emesét nem terheltem volna meg most már vele. De azért még mondjuk már el, hogy azt mondtad, hogy csodálatos halálhajó, ez eléggé ellentmondó. Ironikus. Igen, mert hogy a halálhajó, ugye ez csak a magyar címe a filmnek, ami egy ilyen Z-kategóriát sugal, de egyébként egyáltalán nem az, hanem hát megoszlanak a vélemények, hogy ez most egy nagyon jó film volt, vagy kevésbé. Valaki azt mondja, hogy nagyon rossz. Előre azt elmondom, hogy szerintünk jó volt. Valamennyire kultikus státuszba is emelkedett már az évek során. Tehát sokan megnézték, amikor még videóztunk. Az eredeti címe az Event Horizon. Igen. Aminek én utána néztem, hogy mit jelent. Én is. Te is. De mondtál te. De nem tudom elmondani. Tehát ja. Én nem tudtam felfogni. Ja, én sem értettem. De a szó szerinti fordítás. Esemény horizont szó szerint, de ez egy ilyen... elméleti fizikai fogalom. Igen, igen. És hogy itt most konkrétan ebben a filmben, mert hogy többféle ilyen horizont is lehet, ha jól vettem ki ott a szócikkből, de hogy ez most az az esemény horizont, ami ott a fekete lyuk körül van, és akkor nem tudom, hogy azon túl már vicces dolgok történnek. Hát, hogyha így emberi nyelvre lefordítom, akkor ez azt jelenti, hogy az a határvonal, ami a fekete lyukat elválasztja a mi világunktól, úgymond, hogy ami azon túl bekerül, tehát ezen a horizonton átmegy, akár a fény, akár bármi, akkor az nem jön vissza, vagy nem tud visszajönni, bár erről is vannak elméletek, hogy de vissza tud. Például ezt, ebben a filmben. Ezt használja ki ez a film is, ugye, hogy mégis vissza tudott jönni, de azt mondja, mondjuk. Na de hogyan? Igen, de ez egy kicsit a sötétebb oldalára koncentrálunk az űrutazásnak. Igen, mert én úgy gondolom, hogy még mindig megint elmondom, hogy ne a mainstream filmekről beszéljünk, hanem azokról, amikről vita van, amiknek mélyebb mondani valója van, filozófikus eszmefutatásokat sorakoztat föl, és mind a két film ilyen nagyon súlyos, tehát nehezen érthető, tehát aki nem foglalkozott eddig ilyenekkel, az ne nézze meg, mert unalmas lesz neki, nem? Mert azért, ha szereti a horrorokat, akkor a halálhajó az mindenképpen jöhet. Igen, de akkor parás. Csak úgy fogja nézni, hogy jaj, megijedtem egy párszor hát benne, nem van, és valaki úgy nézi. Meg szép képek vannak benne, nagyon jó. Nagyon sok csúnya kép. Meg nagyon jól meg van csinálva a díszlet, azt olvastam, tehát viszonylag kis költségvetésű volt a film, elég gyorsan kellett leforgatni, és ahhoz képest a rendező megoldotta azt, hogy úgy írta az egyik kritika, hogy szépen megöregedett a díszlet, mert hogy nem évült el. Tehát, hogy olyan módon, tehát nem kellett hozzá az a számítás technikai tudás. Ja, igen, mert ami most hagyományosabb fajta. Meg voltak építve, ugye, igen, a dolgok. Igen. Tehát mondjuk akár csak az Aliensben, tehát ugye, ami a bolygó neve halál, tehát most azért a második részt mondom, mert abban például az Alien királynőt azt is egy ilyen nagyon hagyományosan csinálták meg, tehát valami minimum 7 ember, vagy még több volt, akik mozgatták, tehát egy ilyen óriási báb volt. Most is meg lehetne így csinálni a filmeket, csak macerásabb. Csak az, hogy még 97-ben, amikor ez a film készült, akkor még nem volt olyan a számítógépes grafika, hogy úgy meg tudták volna oldani ezeket a dolgokat, hogy ma már ne vennénk észre, hogy hát már nevetünk gagyi. Rajta, igen, igen. Na és akkor arról beszéljünk már, hogy ezek a filmek, a Halálhajó és a Solaris is,
meg majd még fel fogunk sorolni ilyen hasonló történeteket. Mindegyiknek az a lényege, hogy... valamilyen belső pszichés zavarunkkal is szembesülhetünk, vagy nem tudom most mire gondolsz, nagyon sejtelmesen nézel. Hát az, de... hogy mindig egy másik értelem, vagy dimenzió, értelem, civilizáció élet beavatkozik is a mi életünkbe, és akkor úgy veszi fel velünk a kapcsolatot, hogy megjeleníti a mi agyunkban levő dolgokat, hogy valósággá válnak a félelmeink, szorongásaink, a múltunk, az emlékeink, és ezzel azért elég nagy félelmet kelt a résztvevő emberekben. Igen, tehát hogy valahogy a belsőnket tükrözi vissza mindenképpen. Tehát mondjuk a Solarisban ott nem is feltétlenül csak, legalábbis ami a regényt illeti, mert azért a filmben egy vonalra koncentráltak, ami a főhős és a felesége közötti kapcsolat volt, és annak az emlékei, de hogyha a regényből indulunk ki, nem is feltétlenül csak negatív emlékeket hozhatott elő ez a valami, mert ugye itt arról van szó, hogy ez a Solaris bolygó, ez egy hatalmas nagy óceánból áll, szinte az egész felülete, és nem is tudom, hogy erről egyáltalán ezt hangsúlyozták-e a filmben, mert ott valami képet mutatták. Csak a regényben, nem, a filmben nem, csak a regényben. Tehát volt róla egy kép, ahol olyan volt, mintha így kavarogna valami rajta. De azt mondd már el, bocsi, szabad ne felejtsd, mielőtt elmondott, hogy a bolygó mit csinált, hogy ez egy lengyel írónak a műve. Stanislav Lem. Igen, és aztán meg két egyszer is az oroszok filmesítették meg, még mielőtt jött volna ez a Steven Soderbergh féle változat 2002-ben, George Clooney-val és Natasha McElhone-nal főszerepben, tehát, hogy ez az óceán azt csinálja, hogy... Amúgy nem tudom eldönteni, hogy szép az a csaj, tehát így mindig így sok filmben láttam már, csak annyira ilyen nagy szeme van, hogy meg ilyen... Gigantikus. ilyen csortos arca, hogy de szép egyébként, csak olyan fura. És ő volt a Kaliforniában, ugye a nagy szerelme. Igen, 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 igen. Ott azért emberibb volt, itt tök jól eljátszott ezt a műembert. Mert hogy ez az óceán úgy próbál kommunikálni velünk, tehát ez is a regényben van jobban kifejtve, hogy ez egyfajta kommunikáció, hogy álmában az embereknek kiolvassa az agyából az emlékeit, és abból összerak egy ilyen mesterséges másolatot, például emberekről, például... Materializálja, ezt mondjuk már ki. Jó, minden áron. Igen. Majd mindig te mondod ki, és akkor nekem nem fog megbotlani a nyelvem. És ilyen nagyon élethű másolatokat készít, például a főhősnek a feleségéről. Ezzel az a Bibi, hogy ő nem emlékszik bizonyos dolgokra, mivel hogy csak azokból az emlékekből rakta őt össze ez a lény, mert ezt tekinthetjük egy idegen lénynek is, ami ott a bolygó felületén van ez a nagy óceán. Tehát a férfi emlékeiből rakta össze, és ezért hiányos nyilvánvalóan. Meg én eleve belekötnék ebbe, amikor először, meg amikor másodszor is megnéztem ezt a filmet, egyáltalán nem jutott eszembe az, ami most, amikor megnéztem az adás előtt, hogyha én nem emlékszem rendesen egy arcra, akkor annak így hiányzik a fele. Érted? Tehát, hogy ez azért butaság, hogy az emlékeimből rakja össze bármilyen anyagból, ami itt van körülöttünk, így újra alkotja, mondjuk azokból a részecskékből, amiből mi itt a Földön létrejöttünk, és az űrben ugyanúgy megtalálható. Ezt így magamban összeraktam. Aha. De hogyha ő ezt rekonstruálja, de az, hogy neki minden kis porcikája az arcán, a testén ugyanaz legyen, mint az én emlékem, és hogyha az én emlékem nem jó, vagy halvány, érted? Persze, de itt azért még egyrészt nagyon élénk volt ez az emlék, másrészt meg tehát, hogy az agyadban... De ez most ugyanolyan, mint hogy nem tudnád lerajzolni azt az embert, aki az emlékeiben én nem él. Tudnám lerajzolni, de egy külföldi... egy idegen... Egy isten, az meg ilyen, igen. Egy ilyen külső, földön kívüli, na ezt a szót igen. Kerestem a külföldjét, össze tudja rakni azért, mert hogy ő pontosan ki tudja olvasni az agyadból. Mert az, hogy mondjuk te
hogy rajzolnád le, az attól is függ, hogy milyenek a képességei, tehát mondjuk... Nem igaz, mert a kezedet, már bocs, hogy vitatkozok, bár nem ide tartozik, de a kezedet az agyad irányítja. Hát igen, de ha nem... Tehát, hogyha nincs az agyadban benne az a kép, akkor nem fogod tudni lerajzolni, de hogyha ott van, akkor le fogod tudni. Ezt hidd el nekem. De akkor miért nem lehet fotó alapján, mármint, hogy az, aki nem tud rajzolni, az fotó alapján se tudja pontosan lerajzolni azt, akit szeretne. Ez a jobb, hogy féltek kis rajzolás, az egy másik, de azt most hagyjuk. Ja, de így de viszont... ehhez értesz, tehát... Ahhoz pont nem értek, csak az elvét. De így visszatérve, már nagyon elkanyarodtunk, hogy a Solaris-ba azért még azt mondjuk már el, hogy úgy kezdődik az egész, hogy hát egy űrállomás van a bolygó felett, vagy megépítenek, ugyanúgy, mint a másik filmben, ott is egy űrállomásról indul ki az egész történet, nem tudom mennyire emlékszel rá, ahol ez a professzor, vagy doktor Bain, vagy hogy hívták? Na mindegy, a főszereplő. Will valaki. Vagy Will, bocsánat. Igen. Igen, aki kitalálta azt a speciális hajtóművet, ami az ő... A gravi meghajtó. Igen, igen, köszönöm. Ami a halálhajónak a lelke volt, szó igen. Szerint is talán. És hogy ő is egy ugyanolyan űrállomásról, nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy egy ugyanolyan űrállomásról indul el. Aha, arra nem emlékszem, már csak a hajókra, mert ugye egy eltűnt hajó indul keresni egy másik hajó. Én erre nem is emlékeztem, csak ahogy így belenéztem mind a két filmbe, hogy egy hasonló nagy objektum, egy ilyen kézművészeti műalkotásnak is beélő valami ott forog az űrben, és akkor onnan indul az egész, hogy az ember csak egy picike pont, ugye. A sok párhuzam közül ez az egyik, hogy ugyanaz a kezdet. A másik pedig az, hogy most nézel rám, nem mondod? Beszéltünk róla, hogy mindkettőben valamilyen másik világ, vagy másik lény lép kapcsolatba, de mondjuk a halálhajóban az történik, hogy egy olyan űrhajó, ami megpróbálta ezzel a gravi meghajtóval elérni, hogy valahogyan meghajlítsa a teret, és azért olyan legyen, mintha a fénysebességnél gyorsabban utazna. Amikor visszatér, akkor lead egy segélyhívást. A legfontosabb, hogy ott is egy másik dimenzióban járt ez a hajó, és... De várjál, szabad ne felejtsd, hogy ez a másik, hogy a segélykérés a igen, két filmben a igen. Párhuzam, hogy mind a kettőben megjelenik egy ember az űrhajón, aki egy külső személy, akit igen. Segítségül hívnak, mert na, majd az a szakértő, és akkor majd ő segít, és közben meg akkor jönnek a bonyodalmak, amikor ő belép a színre. És még annyit el szeretnék mondani, hogy a halálhajónak a... Tehát én azt azért néztem meg azt a filmet először, amikor elolvastam a leírását, mert nekem egy mondat alapján, tehát tök mindegy volt, hogy utána már mit hablatyoltak, hogy miről szól a film, hanem az volt az érdeklődésem felkeltésének a lényege, hogy az a története, hogy ott vagyunk az űrben, van egy űrhajó, amire érkezik egy kérés, vagy segítséget nyújtsanak egy elveszett űrhajónak, ami 7 éve tűnt el, és most hirtelen előkerül. És nekem ez pont elég volt ahhoz, hogy ezt a filmet meg kell nézni. De nem, hogy már ez az egy mondat izgi. Hát jó, ez eléggé rejtélyes. Meg tudjuk már az Alien óta, hogy a segélyhívásokból soha semmi jó nem szokott kisülni. Mindig valami csúnya dologgal találkozunk.
kívülálló személy a Solarisban egy pszichológus, akit azért küldenek az űrállomásra, mert hogy az végig az űrállomáson játszódik, kivéve a visszaemlékezéseket, hogy hát segítsen ott az embereknek, mert hogy ők valahogy furán viselkednek mindegyikük. Ott csak idézőjelben vannak elvesze. Igen, ott leginkább úgy gondolják. Ott csak meghaltak emberek. Igen, a fejesek, hogy pszichológusra szorulnak, vagy hogy ez az utolsó lehetőség arra, hogy így rendbe rakják őket, és hogy ne hagyják őket sorsukra. De várjál, nem, mert ezt nem a fejesek gondolták, hanem a kapitány, a hajó kapitánya gondolta, hát hogy pszichológusra lesz igény, mert hogy itt olyan dolgok történnek, hogy olyan megmagyarázhatatlan dolgok, hogy úgy gondolja, hogy lelki eredetű. Uh-huh. Ezért kell egy pszichológus, és neki van ez a haverja, ugye George Clooney most itt a remake-ben. Chris Kelvin a neve a karakternek. És a halálhajóban szintén mondhatjuk, hogy a pszichével meg a lélek legmélyebb bugyraival szembesülünk, mert ez a másik rejtélyes dimenzióból visszatért hajó, pontosabban ennek ez a gravi meghajtója olyan hatással van arra a csapatra, akik felderíteni mennek, hogy most 7 év után előkerült hajón a legénység még életben van-e, vagy... Elmondjuk, hogy igen, vagy nem. Spoilerezzünk. Esetleg kicsit később is elmondhatjuk. Jó. De lényeg, hogy ez a bizonyos cucc, ami a másik dimenzióban járt, ez szintén előhoz emlékeket, és nagyon bűntudatos, nagyon sötét gondolatokat, és hát ezáltal ezek inkább halucinációk, vagy inkább olyanok, amiket csak az lát, akinek a fejében van, mert mondjuk a Solarisban mindenki látja azokat a megtestesült figurákat, amiket az óceán létrehozott. Szintén már inkább kicsit a regényre vonatkozik, de szerintem azért is, hogy egy másik filmes párhuzamot is előhozhassak. Fontos megemlíteni, hogy a Solarisban, ahogy mondtam, ez valamiféle kommunikáció, tehát arról szól az egész történet, ez a lényege eredetileg, hogy Stanislav Lem nagyon utálta azt, amikor úgy ábrázolják az idegen bolygók lakóit, mint hogyha ők is kicsit hasonlítanának ránk, tehát mondjuk nyilván kis eltérésekkel, mondjuk szürke bőr, meg nagy szem, meg vagy zöld, vagy hasonló, de az a lényege, hogy valahogy a saját képére próbálja minden ilyen sci-fi író formálni ezeket a lényeket, és úgy, hogy hát valamilyen módon azért kommunikálni is tudunk velük. Ez az író, ez a lengyel író nagyon utálta ezt, és azt gondolta, hogy arról szól ez a regény is, hogy nem tudsz, tehát hogy ők annyira mások, annyira megfejthetetlen és megismerhetetlen entitás van egy másik bolygón, hogy nem, egyrészt nem tudod megérteni, hogy mit akar, akármennyire killódsz, másrészt ő sem tud megérteni téged, mert hogy ez a kísérlet, hogy ilyen másolatokat hozott létre, ott az volt, hogy hát ő is próbált valahogy kommunikálni velünk, beszélni hozzánk, és azt hitte, hogy ez egy jó ötlet. És mi meg azt gondoltuk, hogy majd megfejtjük, de közben nem fejtettük meg, tehát nem volt az egésznek semmi eredménye annak, hogy ott állomásoztak, és ezzel párhuzamos egy kicsit, bár ott szintén sikerül megfejteni, ez az Érkezés című film, ami nem annyira régi, 1-2 éves talán, ahol szintén egy ilyen, egyrészt nagyon másmilyenek az űrlények, tehát nagyon nem ezek a kis zöld emberke jellegűek, de nem is valami szörnek vannak ábrázolva, hanem ilyen teljesen furcsa, ilyen kis gomolygó, vagy ilyen áramló valamik, és a kommunikáció is egészen egyedi, ahogyan beszélnek, bár ott megfejtik. Szerintem azért nem sikerült olyan jól az a film, mert ott már ezt a... Tehát ott már átestek a ló másik oldalára, hogy ez a megfejthetetlen dolgot, hogy már a végén így nem is zárták le. Tehát, hogy így annyira nyitva maradt az egész történet szerintem. Tehát, hogy ez a furcsa lények, hogy nem értjük, hogy ők miből vannak, meg hogy kommunikálnak, hogy viszont hogy teljesen mások. Nyelvüket ott meg tudta fejteni ez a nyelvész professzor csaj. De így visszatérve, akkor erre a filmre, a Solarisra, hogy én nem hiába mondtam azt, hogy inkább Isten hatást keltett, mint mondjuk a gömbben is, ugye ez volt? Hogy igen. Egy olyan magasabb rendű, mondhatom ezt a szót, civilizáció, vagy értelem, inkább úgy mondom, hogy értelem, amit mi fel sem foghatunk, hogy ő úgy, hogy nem ismer minket, az érzéseinket megfejti. Úgy, hogy nem tud velünk kommunikálni, és az érzéseket megjeleníti. Tehát, hogy ő érti, hogy az neked fáj, nem? Én ezért gondoltam azt, hogy ez már ilyen isteni jellegű. Akkor már a gömbben egy kicsit inkább.
Ugye a gömb az nem az űrben játszódik, hanem egy tenger alatt járó, mert ott az óceán mélyén találnak egy ilyen furcsa, nem is tudom, hogy ez repülő volt, vagy űrhajó, ami ott belezuhant, repülő talán. De akkor már a mélység titkát is belehozhatnánk, az is ilyen volt. De az, hogy ott az a gömb, ami egy kicsit hajazott erre a gravi meghajtóra is, az valóban az érzéseket olvasta ki inkább, tehát azt, hogy mondjuk a Sharon Stone alakította karakternek öngyilkos hajlamai voltak, vagy másnak meg bűntudata, tehát hogy ezeket viszont a Solarisban inkább az volt, hogy nem az érzéseket, hanem amit álmodtál, abból összerakott valamit, és persze aztán neked, az. Igen, de nem az érzéseidet olvasta ő le, hanem létrehozta ezt a figurát, amit te láttál, és azokat jó, de a viszonyodat vele kikódolta, vagy hogy mondjam, tehát hogy de... neked az fáj, hogy ő meghalt. Ő azt fölfogta, hogy mi az, hogy egy embernek öngyilkosnak lenni, és utána azt újra eljátszani, hogy ő attól függő, hogy ő hajlamos az öngyilkosságra, és azt újra eljátszotta. Tehát, hogy ezek olyan bonyolult emberi kapcsolatok, érzések, hogy azt ő rekonstruálta. Nem tudom, hogy most ezzel ő felfogta, vagy csak így lemásolta, de valami összefüggéseket kellett látni. Hát azt, hogy nagyon erős, mert akiről álmodsz általában az erős érzéseket vált ki belőled, hogy mindenkinek azt, akivel gondolom a legtöbbször álmodott, vagy akit legtöbbször látott, hozta elő, és persze akkor már igazad van valamennyire azt is a hozzávaló viszonyát az embernek De mindenképpen ennek a lengyel írónak annyiból tök jó, hogy ő így végig gondolta, hogy mi az, amikor nem földi élőlényekbe gondolkozunk egy másik értelemről, és ilyen volt, amit gyorsan el szeretnék mondani még, hogy szerintem amit már mondtam neked adás előtt, hogy ilyen ős, vagy ilyen gyökér története ezeknek a történeteknek a Marsbéli Krónikák című regényben, az ilyen, hát nem novellás kötet, mert van abban minden, meg egy történetre van felfűzve, vagy egy témára van felfűzve a sok kis történet, nem tudom hány expedíciót indítanak a Földről a Marsra, erről szól, és mindegyik történet különálló. Uh-huh. És abból az egyik ben, azt mondja a Mars lakó csaj, vagy a csaj meg a férfi beszélget, hogy persze a könyvben ez így nem tud elképzelni, hogy néznek ki, meg tök felesleges elképzelni. A filmben, a szarú megcsinált filmben persze elképzelték is, az nagyon vicces, hogy néznek ki ezek a lények, hogy mondja a nő, hogy jött a harmadik bolygóra egy űrhajó, és kiszállt belőle egy férfi, azt álmodtam, és hogy beszélt velem. Szerinted ez létezhet? Kérdezi a férfit, és akkor mondja a pasia, hogy a maslakó pasia, hogy az nem lehet, mert a Földön túl sok az oxigén. Uh-huh. Tehát, hogy ott nem lehet élet. És akkor ez olyan érdekes volt, hogy az ott eszembe, hogy amit mi gondolunk. Igen, hogy amott meg nincs oxigén, és igen, hogy ott kevesebb. Tehát, hogy pont az nem jó szerintük, ami itt van tényleg. Teljesen más körülmények között, nagyon távol, miért is alakul neki bármi hasonló, mint amilyenek mi vagyunk. Meg hát mi számít életnek, vagy intelligenciának, hát már ez megint egy újabb felvetés. Szóval, ja igen, és akkor még visszatérve erre a Marsbéli Krónikánkra, hogy ugye ez még a Solaris előtt 10 évvel uh-huh. íródott, ez egy angol írónak a műve, és ami viszont te abszolút párhuzam, az egyik történet, hogy amikor az egyik expedíciónál leszállnak a földi űrhajósok a Marsra, és meglátnak egy várost, ami úgy néz ki, mint a Földön egy város. És az egyik űrhajós megismeri, hogy hát ez az ő szülővárosa, Illinoisban. És akkor egyszer csak meglát ismerősét, és a másik két űrhajós is meglát rokonait. És kiderül aztán ugye a legvégén, hogy ezt nekik csinálták a más lakók, mert hogy nekik nincsenek olyan fegyvereik. Meglátták, hogy leszállt egy nagy űrhajó, és hogy arra gondoltak, hogy ilyen, hogy mondják ezt, amikor így hátulról közelítik meg az ellenséget, uh-huh. és az lett a vége, hogy ott elhitetik, hogy ott van a családjuk, ami nem létezik, de mégis
Tehát, hogy tudják, hogy nem létezik, de mégis örülnek neki, és annyira elengedik magukat, olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek ezáltal, ugye, mint a másik két filmben is, hogy elgyengülnek szinte attól, hogy találkoznak a szeretteikkel, akik már nem élnek, hogy be tudják őket húzni a csőbe, és akkor talán megmérgezik őket, hogy valami ilyesmi, és hogy így győzik le. Tehát nem történt semmi fegyver, papogás, vagy ilyesmi. Én meg már azt hittem, hogy kedvességből csinálták nekik ezt a várost. Én is azt hittem, ugye? Hát most leszpoilereztem, de egyébként meg olvasni rendkívül élvezetes, tehát tök mindegy, hogy tudod-e, hogy mi a vége, mert nagyon olvasmányos. Teljesen ott vagy közben, és nem kell látnod annyira szépen, nagyon jól ír. Igen, és a másolatokról még az is eszembe jutott, hogy éppen ezért is szintén 1000 párhuzamot lehet vonni, hogy a Solarisban ezek a lények, amik így létrejönnek, ugye ugyanúgy éreznek, meg gondolkodnak nagyjából, mint az ember, és ez is kicsit olyan, mint akár a Black Mirrorban, vagy a Westworldben, mikor felvetik azt a kérdést, hogy az ilyen kódokból létrehozott emberek, vagy a mesterséges intelligenciák, hogy amikor ők mondjuk azt hiszik magukról, hogy ők emberek, akkor tekinthetjük-e őket annak, vagy akkor attól még ugyanúgy meg lehet ölni őket, vagy meg lehet kínozni. És ezek a másolatok is olyanok a Solarisban. Itt ugye annyira sok másolatot George Clooney filmben nem látunk, mert ott egy kisfiút látunk, meg George Clooney. Az egyiket nem is látjuk, mert ez be van zárva. Igen, egyet hallunk, és Chrisnek a felesége van a középpontban, és a bűntudata, amiért öngyilkos lett ez az asszony. De amikor az egyik űrhajós, vagy csávú megkérdezi, ugye hárman vannak az élők közül, ugye vagy az űrhajón a történetben, hogy amikor megkérdezi, hogy vajon terbe tudnak esni? Ja, már azon van okozott, hogy megizélni akkor. Igen, tehát, hogy tényleg tudják-e úgy rekonstruálni, hogy mondjuk mindene megvan? Hát ha úgy veszük, hogy csak az álomképeket olvasta ki, akkor biztos nem, mert ott a méhe nem látszott például, hogy a belső szervei. És hát hogy vajon tudják ezek a földön kívüli lények, hogy állunk össze? Tehát azért hülyeség az egész. És azért mondom azt, hogy ez teljesen átvitt értelmű ez a film. Most az űr az egy közeg, amiben játszódik. Persze. Mert az unalmas, amikor azt tolják a képetbe a drámákban, hogy mennyire befolyásolnak minket az érzelmeink. Hogy az alapján cselekszünk. És ez a film is erről szól szerintem. Nem? Persze, hiszen, hogy foggal körömmel védi ez a főhősünk ezt a kis másolatot, bár először ő is meg akar tőle szabadulni, de utána már vissza akarja vinni a földre, és újra kezdeni vele az egészet, tehát ezt feloldani a bűntudatot. Már annyira beszippantja. Azért, hogy hagyta, hogy megölje magát. Ami persze szintén egy erős párhuzam a halálhajóval, ahol ez a bizonyos Will valaki csoda, akit Sam Neill alakít. Tehát ő az a tudós, aki kitalálta a gravi meghajtót, és aki próbál segíteni ott az új legénységnek, akik nem tudják, hogy mi van, mert ők egy egyszerű űrhajós legénység, ők nem tudósok, meg fizikusok, és mikor ennek az inkább ilyen katonák. Nem? Igen, igen, inkább. És hát ő ez az ember, akinek szintén öngyilkos lett a felesége, és szintén vele álmodik, amikor éppen hibernálva van, és hát ez a bizonyos másik dimenziós valami, ez belőle is előhozza ezt a bűntudatot és a feleséget, és ezen keresztül fog ő még nagyobb bajba kerülni, vagy még inkább egy ilyen megszállott állapotba. És ha már megszállottság, akkor említhetjük a különféle démonos filmekkel való párhuzamot is, hiszen itt el is hangzik, hogy talán ez a hely, ahol járt az űrhajó, az első, ez az Event Horizon nevű. Várjál, ez most egy spoiler. Ez most igen, egy nagy spoiler lesz. Aki meg akarja nézni, akkor most ne hallgassa. Tehát, hogy lehet, hogy a pokolban járt, vagy valami olyan helyen, amit mi pokolnak élünk meg mindenképpen. És ha már pokol, akkor démonok, és ha már démonok, akkor a megszállást azt szinte nem lehet kihagyni. Legalábbis én úgy értelmeztem, hogy kicsit olyan állapotba kerül ez a bizonyos Will, mint amikor megszállja a démon az embert, és azt is úgy szokták csinálni, most akár a
az ördögűző sorozatban, vagy más filmekben, hogy valamiféle csábítás, valami olyat hoz vissza neki, ami nagyon hiányzik, és azon keresztül közelíti meg, tehát itt a feleségét például, és mondja a felesége, hogy gyere velem, meg hasonlókat, és hogy azáltal tud beférkőzni a lelkébe, vagy maga hatalmába keríteni a lelkét. De azért azt mondjuk már el, beszéljünk meg konkrétan a filmről. Tehát most hagyjuk egy kicsit a filozófiai mondani valót, vagy a lelki hátterét, hogy azért azt hagyd mondjam már el, hogy életemben 2 film volt. Na jó, 3. Az elsőt azt nem számítom, mert 7 évesen láttam az Alient, mert apám ott meggyőztem, hogy bemenjünk a moziba, még jó, akkor béke mozi volt. Moziban, az durva. Hát utána így hetekig nem mentem egyedül sehova a lakásba, tudod meg én. De ezt hagyjuk, de szerintem még felnőtt koromban is emiatt voltak ilyen kapcsoljuk fel a villanyt dolog. Mm. De azt hagyjuk, mert azt így kihevertem már. De az, hogy 2 film volt életemben, amit szeretnék nézni, de nem merem, ez a dolog, meg a halálhajó. Ez a 2. Tehát mind a 2 annyira izgalmas, és annyira jó jelenetek vannak benne, csak a köztelevő ilyen horrorisztikus, félelmetes, beszaratós részeket, azt nem szívesen nézem, mert rossz nézni. Tehát annyira jól meg vannak csinálva, annyira hiteles, hogy kellemetlen nézni, valljuk be. Tehát, hogy aki a halálhajót meg akarja nézni, az készüljön föl rá, hogy nagyon ellazult ideg állapotban. Nappal. Igen. Mert ott, ha éjszaka nézek, akkor biztos maga mögé fog nézni, meg ott valami biztos lesz. De én azt mondom, hogy amit most, amikor átpörgettem, és azt mondtam, hogy meg kell nézni megint azokat a jeleneteket, amikor kiderül az egész. Tehát, hogy amikor próbálják megfejteni, hogy mi lehet az egésznek a lényeg, amit mondtál, hogy hol járhatott. Amikor elmondták, az eleje az nagyon-nagyon baró. Tehát jó, hát ezt a ilyen kritikába lehúzták, hogy tudományosan gáz, hogy ja, jó, nem, hát de nem kellett elmagyarázni, mert nehéz, mint ahogy próbáltuk megérteni, de tök felesleg. A lényeget elmondták, hogy... Tényhajítás is kész. Igen, az, hogy ugyanabba a pontba kell kerülni, de és akkor ez meg kicsit így odébb ment ez a hajó, hogy nem a tér másik pontjára, hanem egy másik dimenzióba. Hát az is a tér egyik pontja, ugye, de nem a miénkben, nem a mi 3 dimenziónkban, ugye? Hát igen. Vagy akár 4 az idővel, valahova máshova, nem akarok hülyeséget mondani. És akkor a túlvilágot is elkezdte megmagyarázni, hogy miért vannak a túlvilág elméletek, meg amiről szólnak, ugye több ezer éves történetek, hogy mi az, hogy káosz, ugye az ős káosz, ahonnan indultunk, ugye még az ókori görögök, ahonnan elkezdték a mitológiájukat. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon összetett, nagyon bonyolult, tehát esetleg arra is jó lehet ez a film, hogy utána néz valaki, hogyha felkelti az érdeklődését, hogy lett ez összegyúrva ez a film. Oda tekeltem, emlékszem most, hogy is volt az, amikor végre kitisztítják azt a felvételt, amikor az eltűnt hajónak a hanganyagát, hát most fekete doboznak mondjuk, uh-huh. Most nem tudom, hogy hívták. Hát az ott elvileg a hajónapló volt. Hajónapló, igen. És hogy először csak hang volt, és akkor utána kép is lett. És egyre jobb lett. Na, az volt egy durva jelenet. Igen, és főleg a bővített változatban talán, mert ugye sem engedték úgy a producerek, vagy nem is tudom, kik moziba annak idején. Meg volt vágva az a videó? Igen, ahogy a rendező szerette volna, és egyébként is a horror jelenetekből több van. Hát lehetséges. Minden esetre kicsit operál a halálhajó is azzal a hatással, amivel aztán később a Kör című film, hogy így hirtelen villannak be nagyon, vagy ilyen nagyon gyorsan, úgyhogy fel se fogod szinte. Olyan képek, amiket, hogyha mondjuk kimerevíted, akkor... Ami aztán beleég az agyadba. Igen. Utólag. Hogy ezek nagyon parásak. És hát persze most már, ha eljutottunk a spoileres részig, természetesen mindenki meghalt azon a hajón, ami eltűnt, és előkerült, és hát olyanok ott az állapotok is, mikor átmennek az ő kis hajójukról, a mentőhajójukról, átmennek körülnézni, hogy ahogy bekapcsolják a gravitációt,
gravitációt, akkor így a levegőbe lebegő ilyen csapatok, meg emberdarabok, azok így platty leesnek. Hát ez olyan, mint a Solarisba is, ahogy, hát most George Clooney-nak hívom, hogy hívják? Chris. Igen, mindegy. Megjelenik a hajón, nem várja senki, mindenhol vérfoltok. Igen. A zűrhajón, plafonon, földön, itt ott, tamott, sehol senki. Tehát már tudja, hogy para. Tehát, hogy itt valami gáz van. Pedig még akkor nem is tudott arról, hogy ott valaki meghalt. Persze azért az korán sem annyira horrorisztikus, úgyhogy ezt inkább ajánljuk gyengébb idegzetűeknek is. Solarisot inkább a filozófikus, meg az érzelmi vonalra mentek és rá. Nagyon jó a zenéje. Azt, hogy mondjam már el, hogy engem az annyira elringatott, tehát hogy azt az űr élményt adta. Amit így most már az űrhajózás világnapján elmondhatok, hogyha ezt valaki át akarja érezni, hogy milyen az űrben lenni, nagyon jó. Tehát én úgy képzelem, hogy lelki füleimmel esetleg ezt a zenét hallanám, hogyha ott lebegnék, nem? Igen, elég jó volt, hangulatos. Ilyen bugybarékolós, mint hogyha víz alatt lennél. Olyan érdekes hatás, nem tudom, hogy ezt milyen elektronikus eszközökkel érték el. Érdekes rész is, van benne az abszolút nagyon durva horror is, és ez a gáz benne, hogy így váltakoznak, hogy a normális lelkületű embereknek való részek, meg ezek a nagyon, aki már ilyen pervez módon szeret félni, meg megijedni részek. Tehát... Igen, és még kis humor is becsúszik abba, azért van benne ilyen kis komikusabb figura. Igen, a kötelező, vicces, fekete képében. Meg egyébként is van azért egy-két olyan poén, mint mikor az elején kezdi a professzor, tudós, hogy laikusok nyelvén szólva mondja, és akkor egy ilyen teljesen érthetetlen, idegen szavakkal teli mondatot ad elő.
és akkor utána kénytelen még inkább lefordítani, még azt is, mert hogy az már laikusok nyelvén szól, de azt sem értettük. Tehát így vannak benne ilyen kis vicces momentumok, de azért ez nem ellensúlyozza a parát. Meg főleg, ha készületlenül ér. De mondjuk én is úgy láttam ezt, hogy rákényszerítettek, hogy megnézem a nagybátyám. Azt mond már, mint ahogy apám bevitt a, mondjuk ő nem kényszerített, mert nem, én kényszerített. Igen. De hogy itt a nagybátyám mondta, hogy jaj, hogy ez annyira jó film, és ezt mindenkinek meg kell néznie, és akkor így családilag berakta. És nem fogta föl, hogy gyerek vagy, hogy ez nem való? Hát nem tudom. Nem tudom, hanyas karikás ez. Pár filmet láttam, azért szerintem az Alien-en már túl voltam például bőven, tehát ilyen tizenévesen, de azért erre nem voltam felkészülve. Tehát az akkor úgy eléggé ijesztő volt, meg eléggé sokkoló. Én azért azt megmondom, hogy már, hogy túl vagyunk a pokol témán, hogy én ilyen hatásos, de most már, ezt csak annak mondom, aki látta a filmet, tehát aki nem látta, annak most ezt így nem kellene hallania, de én ilyen hatásos pokol feelinget még nem tapasztaltam. Tehát ugye megpróbálták festményeken, jó, az is voltak, jól sikerültek más filmekben is, hogy milyen South Parkban. Jó, hát most ne a, jó, ne a viccesekre gondoljunk, hanem amikor komolyan ott van az, hogy a Konstantin, vagy mit tudod, tényleg azt is láttam. Abba is volt, hogy pokol. Tehát megpróbálták ábrázolni a pokolt. Nagyon ég, nagyon vörös. Meg jó, egy nagyon rosszot, de ez volt a leghatásosabb. Tehát erre nem számítottam, hogy igen, valóban. Ha van pokol, az ilyen. Persze, hiszen az a legrosszabb tényleg, amikor így a saját többi az csak mesebeli. Kínjaid kínoznak belülről, és persze, nyilván, hogyha végtelen ideig égetnek. Az csak egy ilyen átvitt értelmű. Nagyon rossz, de hogyha így belül, igen, tehát az a belső pokol, ami az emberekben van, az így elárasztja teljesen a fejüket, amikor találkoznak ezzel a másik dimenzióval. És a Solarisban viszont egy kicsit azért inkább egy jobb fajta túlvilágnak a hangulata csap meg bennünket a végén. Hát meg ott nem volt, nyitott volt a vége, tehát ott nem lehetett tudni, igen, hogy, hát itt is hogy most ez jó neki, vagy nem. Látszólag jónak tűnt, de aztán ki tudja. Hát ott egy olyan világba értünk a legvégére, spoiler, hogy ezt a bizonyos Kriszt beszippantotta a Solaris, mert hogy már egyre jobban a gravitációjával egyre jobban vonzotta az űrállomást, ami meg már kifogyott az energiából, és így tolódott felé, és hát ott a beszippantotta, és ott vehetjük úgy, hogy meghalt, de hát persze ez ilyen homályos. De egy gyönyörű szép történt. Felvetés az, hogy ha meghalt, akkor meg ez a mennyország, vagy nem is tudom, igen. Tehát ott meg már a másik véglet. Igen, tehát azért is fel ez a film. Ellentétben hogy van. Hogy a lelked az él? És akkor ott volt a barátnő, vagy hát a felesége is természetesen, és még volt egy olyan mondat is, ami de most szintén... ezt úgy se érti senki, aki nem látta a filmet. De hát aki nem látta, az most már nem hallgatja, mert most már spoilerezünk. De aki meglátta, az meg lehet, hogy nem gondolt bele. Annak azért jó esetleg, hogy így beszélgetünk róla. Tehát, hogy elhangzik ott egy olyan mondat, ami viszont szerintem ezt a mennyország párhuzamot erősíti, hogy mondja neki a nő, hogy minden bűnünket megbocsátották, vagy valami ilyesmi. Igen, volt, igen. Hogy na ott volt megint az Isten élmény, na már ott igen. Volt megint, igen. És úgyhogy ezekben az... akkor élhetünk örökké boldogan. Úgyhogy az űrhajózás világnapján azt tudom elmondani, hogy itt volt mennyi is pokol a filmekben, igen. Mert kellett hozzá az űr a rendezőknek. Hiszen az olyan rejtélyes, és annyira nem tudjuk, hogy nem tudjuk a határait, vagy nem láttunk mögé, hogy akár hogyha valahol van mondjuk mennyország és pokol, akkor lehet, hogy ott van, vagy valahol nagyon túl minden. Hát ugyan hol lenne? Hát mindig felfele nézünk, nem? Tehát, meg egyébként is most a Föld az gömbölyű, tehát körül, tehát igen. Nem a Föld belsejében lesz, gondolom én, vagy de mondjuk eleve most hülyeséget mondok, mert úgyis egy másik dimenzió, amihez muszáj az űrbe kerülnöd, hogy elrugaszkodjál a földi léttől, nem? Valahogy... Persze. Itt nehezebb, mint az űrben, ugye? És akkor még hozhatnám föl példának a gravitációt, ahol ilyenről úgymond nincs szó természet feletti dolgokról, de ott is rájön. Hát ott ahogy csak az űrben, az űrben kell lennie ahhoz, hogy a saját érzelmeit fel tudja igen, dolgozni. Tehát az, hogy teljesen egyedül ott kint a semmiben, és ott is valóban a saját belsejével szembesül. Akkor láttad. Persze, és nagyon tetszett is. Nem, sajnos, de azért elég látványos volt. Nagy képernyőn is látványos volt nagyon.
Annyi minden van még, amit tudnék mondani. Például a szereplőkről. Nem, de hát ezt már nem mondom. Ez csak az én hülyeségem. Miért lenne a te hülyeséged? Hát az, hogy amikor elkezdesz nézni egy filmet, amit a szereplős, és tudod, hogy horror, akkor már tudod, hogy fú, ezek meg fognak halni. És nem tudod, hogy melyik fog életben maradni. Aha. És ez pont a halálhajó is, mondjuk, meg a Solaris is egy olyan, hogy bármelyik. Tehát így nem tudod, hogy általában mindig a főszereplő marad életbe, ugye? De így meg így nem lehet eldönteni, és olyan 2-3 marad életben, akiről nem is gondolnád. Igen. Hogy ilyen érdekes volt, viszont azt tudtam, hogy az egy cuki szereplő is tudja, hogy meg fog halni, mert ezzel kínozzák a nézőt. Hogy a szemetek, nem? És ez volt ez, akit mondtam, hogy keverem a két pasit a halálhajóba, mert nagyon hasonlítanak, az a két angol színész. Az egyik a Jason Isaacs, aki a Harry Potterbe azt észrevetted, hogy az a színész? Nem láttam a Harry Pottert. Ne mondd már! Mindig el akartam előbb olvasni, de aztán nem is olvastam el. Nem láttad? De majd egyszer. Na jó, majd feldolgozom. Szóval, meg a másik szín, az is angol színész, utána néztem Szenni Kösöm. Annyira jól játszott a csávó, hogy annyira szerethető volt, meg olyan fejeket játszott, hogy tudtam, hogy ez meg fog halni. Mert annyira, tehát így, és akkor utána megnéztem, hogy mindenféle szerepe volt már. Még hát ezek mind a kettő színházi színész. Azt is tudni kell róluk. Tehát ez ilyen vegyes felhozatalú a halálhajó. Te azért nagyon erősen ajánlom, hogy a Solaris témának is az emberek nézzenek utána, mert valahol amellett, amit te mondtál, amellett a Marsbéli krónikák mellett azért ez egy ilyen gyökere ezeknek a filmeknek, amikben mindig valami furcsát találunk, és aztán saját magunkban meglátunk tőle dolgokat. Meg még akartam említeni egy filmet, ami itt kicsit kilóg, de az is azért a másolatok témakörében azért kapcsolódik, ez a Hold című, amit egyébként... Ez is az egyik nagy kedvencem. Tényleg? Én csak most néztem meg, de tényleg jó volt, amit Duncan Jones rendezett, aki egyébként David Bowie fia, tehát itt még itt tovább is vihetjük, hogy David Bowie-nak volt az a bizonyos száma, a Space Oddity, az a nagyon űrös, nagyon lebegős és melankólikus, tehát, hogy itt állandóan valami új jut mindenről eszünkbe, úgyhogy szerintem lehet, hogy még ezt is folytatni fogjuk valamikor. Illetve olvastam, hogy nem vagyok elég művelt rockzeneileg, ezért nem tudtam, hogy volt egy ilyen, vagy van még egy ilyen magyar együttes, hogy Solaris, és annak volt egy Marsbéli krónikák című lemeze. Az biztos, hogy valami... Ezt nagyon ilyen, összerakták. Ilyen zavar volt, szerintem a fejükben. Nem tudom, de majd meghallgatom, mert most már kíváncsi lettem rá. Én azt gondoltam egy időben, hogy amiben űrhajó van, azt a filmet nekem meg kell nézni, és az biztos, hogy tetszeni fog nekem, de már így manapság megdőlt. Hát azért elég nálam, sok van. Sajnos sok gagyi van. Furi. De nem baj, én megnézem mindent. Mondjuk a legfrissebbet, ami nem is került moziba, hanem a Netflixen jött csak ki, és ilyen meglepetésszerűen. Ez a Cloverfield Paradox, ami hát eléggé rossz kritikákat kapott csak, és ezt is kapcsolhatjuk az előzőekhez. Ez idei? Igen, ez tök friss, és abban is más is. És ilyen nők vannak? Vagy ez nem az? Nem, az más, az expedíció, ja. Szerintem, amire gondolsz. De lényeg az, hogy ott is egy másik dimenzióban jártak, és akkor ott is átjönnek dolgok, meg nem akarják hazavinni, meg mit tudom én, meg leszakadt végtagok, meg szörnyek, meg ilyesmik, de nagyon bénácska sajnos. Nagyon jó képzelegni arról, hogy van több dimenzió, és szerintem zárszónak mondjuk ezt, hogy csak már tapasztalnánk meg lenne első kézből valaki, aki na de nem átjött. Mint a halálhajóban. Én azt mondom, hogy akár az is, csak legyen már valami bizonyíték rá, mert... Ja, a kíváncsiságot fontosabb, mint a lelkiüdvöd. Nekem az megmaradna attól is. Mondjuk persze. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Civil Rádió Miskolc.